Csütörtökön civil fórum konferenciát tartottak Nyíregyházán. A rendezvény elsődleges célja a megyei lakosság identitás tudatának erősítése és a civil szervezetek működésének támogatása volt. Kis András úgy véli, a megyénkben működő civil szervezetek hozzájárulnak a közösségi élet sokszínűségéhez. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a civil világ nagyon sokszínű és sokrétű. Nagyon sok területet, a kultúra, a közösségépítés, a polgárőrség, a tűzoltók, a sportszervezetek, a nemzeti összetartozással, a szociális karitatív rendszerrel foglalkozó szervezetek is jelen vannak. Mindannyian részei a megyei identitásnak. A megyei identitásról szól ez a rendezvény. Minden, ami ebben a megyében megvalósul, ami hozzájárul ahhoz, hogy a közösségek élete erősödjön, az a megyei identitás része. És a civil emberek nagyon sokat tesznek ezért. A mi feladatunk, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közösségi szolgáltató központi, az az, hogy bemutassa azt, hogy hogy éli meg a megye ezeket az értékeket, egyrészt, másrészt olyan lehetőségeket, pályázati lehetőségeket is felvillantsunk, amelyek számukra fontosak. Örömteli hír, hogy soha nem volt ennyi forrás a civileknek, mint 2021-ben, és 2022-ben ez a forrás még bővülni fog. A civil fórumon fontosnak tartották a helyi értékek népszerűsítését is. A megyei identitás programnak része ez a civil szervezetnek szervezett fórumrendezvény. A megyei identitás programban azt céloztuk meg, hogy jó értelemben népszerűsítsük a saját lakóhelyünket az itt lakók körében, hogy milyen értékekkel bírunk a megyében, olyan értékekkel, amelyek mellett elmegyünk, és talán észre sem veszük őket, és távoli helyeken keressük ugyanazokat az élményeket, mint amit a megyében is megtalálunk. A program célozza a helyben lakást, a helyben maradásnak a megerősítését, és ezt a hagyományápoláson, a helyi identitás erősítésén keresztül. A helyi identitás azt jelenti, hogy jó helyen vagyunk a világban, jót élünk, ahová születtünk, ahol élünk, és ezt az identitást szeretnénk ebben a programban Európai Uniós támogatással megerősíteni. Ennek egy apró része a mai rendezvény, amelyben civil szervezeteket hívtunk meg, és erről az ügyről beszélünk neves előadókon keresztül, illetve kíváncsiak vagyunk az ő véleményükre is. A rendezvényen művészek, népművelők és hagyományőrzők is gondoskodtak arról, hogy a megye értékeire, művészeti, kulturális gyökereire irányítsák a meghívottak figyelmét, erősítsék a megyei lakosság identitás tudatát.